Folytatódik a Star Academy élő show-ja. Hát a rövid szünetben volt Fajkának lehetőség arra, hogy gondoskodjon, hogy mindenképpen legyen fényképezés is a backstage-ben, ahogy ugye beígérte itt milliók előtt. Hát Remi elolvasta a feltérképezni szót, lefényképezni, hát mégis közel van a kettő egymáshoz, nem mindegy. Lényeg, volt fényképezni. Így van, térjünk rá a műsor legizgalmasabb részére, mert hogy izgalmas pillanatok következnek. Pillanatokon belül kiderül, hogy ki az a 6 versenyző, aki jövő héten a döntőbe jutásért küzdhet, és ki az a 2 versenyző, akit sajnos búcsút kell vennünk a mai este folyamán. A szünet előtt már megmutattuk a pillanatnyi állást, szerintem nézzük meg még egyszer az összesített táblát, ugye a duettek és a szóló produkciók után. Ez még nem a végeredmény, tehát ezen még lesz lehetőségük módosítani, és ezen látjuk, hogy jelenleg Kelemen Laci és Balogh Brigi vannak a legveszélyesebb, vagy a legveszélyeztetettebb pozícióban. Igen, de hát nyilvánvalóan Kertész Imás és Gornagy Erika is közel van a végéhez, Szőcs Renáta pedig az első, egyébként ezt is mondjuk el, mert ez pedig egy büszkeség. Így van, Hegyi Dávid, Pándor vannak a képzeletbeli dobogón. Mindig is ki akartam ezt mondani. A képzeletbeli dobogon? Nagyon szép, ahogy mondtad. Jó, oké. Viszont lesz lehetőségük arra, hogy még egy utolsó szavazatot leadjanak egyetlen énekesre, akit mindenképpen meg akarnak menteni a kieséstől, és nagyon fontos, amit itt mondtuk, hogy a középmezőny is veszélyben lehet. Így van, ráadásul az a lehetőség az most indul, ugyanis elindítjuk a harmadik körös szavazást, hölgyeim és uraim, akire utoljára leszeretnék tenni a voksukat, azt tegyék meg, hogy most a TV2 live applikációja segítségével beszavazzák, vagy bent tartják a kedvencüket, vagy esetleg megmentik azt, aki az utolsó helyen volt. Nagyon fontos, mi egy pici segítséget adunk hozzá, ugyanis mutatunk egy rövid összefoglalót a cuki duettekből, amiket ma este hallhattunk. Ebéd a szünet, de sok a tünet, sikít a vegyület, a véredényeim mosatlanok nélkülem. A garbód jó, hogy itt maradsz, belebújok és csak hordozlak. Újjonganak az újak, érted, ha végre-végre hozzád érnek. Őt látom fában, a fűben, egy eldobott kőben, egy szívben, egy dalban, mondd néptem, hogy halljam. A fában, a fűben, egy eldobott kőben, van mi sosem múl. Kedvencükre, döntsék el, hogy ki legyen az a plusz életmentő szavazat, amiről Nóri mindig beszél. Életmentő. Milyen legyen a show továbbra, milyen legyen a következő produkció. Fantasztikus, avagy cuki. Cukim fantasztikus, de cukim. Fantasztikus az jó, az jó, remek. Legyen fantasztikus, hölgyeim és uraim. A még 8 versenyben lévő énekes egy felejthetetlen opuszt ad elő a Beatles-től. All You Need Is Love, ez az utának a címe. Csodálatos lesz. Fantasztikus, nem, csodálatos. There's nothing you can sing that can be sung. Nothing you can say, but you can learn how to play the game. It's easy. Nothing you can make that can be made. No one you can save that can be saved. Nothing you can do, but you can learn how to be your own time. It's easy. Where you meant to be.
Kizárólag szüksége ezeknek az énekeseknek. Az önök szeretetére reméljük, hogy szavaznak rájuk folyamatosan, mert most már nagyon komoly a tét. Mindannyian szeretnének a döntőbe kerülni, meg a jövő heti adásba, úgyhogy voksoljanak. Így van, szavazzanak a TV2 Live applikáció segítségével, és csak halkan jegyzem meg, hogy most még egyelőre 8-an állnak a színpadon, de 2-en hamarosan ki fognak esni a Star Academyből, hogy azonnal jön a drámai eredményhirdetés. Viszont előtte még megmutatjuk önöknek, hogy mi történt ma este. Megnézzük az egyéni produkciók összefoglalóját. Naptól is óvják magukod a benn, fogalmuk sincs róla, mi a szerelem. Ezek itt bent nem tudnak mást, tenyérnyi föld miatt ölik egymást. Mire való a harc, a viszály, ha kimaradunk, nekünk az a király. Állj végre szabadon, ahogy fenn a sok madár. Pillanatát láttuk, és utána pedig rögtön Kertész Ivan közeléjét is a mandulájára, hogy ráment a kamera. Jó, de most már szellemünk egy picit át. Itt áll ez a nyolci fantasztikus énekes a színpadon, és most már az én gyomrom is ilyen picikére összemel, mert hogy nem sokára jön az eredményhirdetés. Egyetlen, nagyon pici, 30 másodperces reklám után megtudhatjuk, hogy kik azok, akik folytathatják a versenyt, és ki az a két énekes, akitől búcsúznunk kell. Ne menjenek sehova, rövid reklám jön. Itt
itt is vagyunk, ahogy ígértük azonnal, hát közös produkciók, szóló produkciók, és hát elérkeztünk a végjátékhoz, ami az est legfontosabb része. Ami egyáltalán nem végjáték, hiszen ketten búcsúznak a színpadon található énekesek közül. 8-an vannak még, de csak 6-an folytathatják a versenyt, és azt gondolom, hogy tényleg nagyon megküzdöttek a mai estén azért, hogy önök szavazzanak rájuk, de hát nem juthat tovább mindenki. Így van, önöknek még van idejük leadni egy plusz szavazatot arra az emberre, akit meg szeretnének menteni, akit mindenféleképpen is szeretnének átni jövő héten, és aki még mindig eséllyel indul a Star Academy fődíjáért. A zsűritagok már nem szólhatnak bele a dolgok állásába, viszont én nagyon kíváncsi lennék, hogy hát még ti is szavazhatnátok, és egy énekesre voksolhatnátok, akkor ki lenne az? Egy nevet mondjatok csak rövid indoklással. Ildi. Jaj. Kire szavaznál még egy utolsót, hogy biztosan megmentsd? Az Alexandrára. Csabi? Bárcsak egyet lehet, kettőt mondok, Alexandra és Zseni. Viktor? Biztosan akarom látni így a következőkben Alexandra. Eddig nagyon egyértelmű a zsűri. Anna, kire szavazna vajon? Nem volt fair a Dávid féle összefoglaló ebben a izé contestben, hogy beváltam. Figyelj, annyira szimpatikusan reagáltad le, úgyhogy én óriás csókokat küldek, de látom, hogy te jó helyen vagy, te benn vagy, te meg vagy, úgyhogy Renátát nagyon szeretem, Alexandert nagyon szeretem, aki most olyan kiesős helyen van, és szeretném betolni, az Erika és Iván. Hoppá, ez kettő volt. Okay. Na, hát akkor hölgyeim és uraim, viszont a plusz szavazatokat csak és kizárólag a nézők adhatják le. És erre sincs már túl sok idejük, mert hogy ebben a pillanatban elindítom a visszaszámlálást, egyetlen percük maradt arra, hogy elküldjék azt az utolsó életmentő szavazatot. Én azt tényleg életmentőnek hívom, tehát az óra elindult. Döntsék el, hogy ki legyen az, aki a mai este folyamán úgy teljesített, hogy megérdemli, hogy az elődöntőbe kerüljön. Ugye egy komplex feladatot adtunk ma a versenyzőknek, nem csak egyéni produkciókat, hanem duetteket is elő kellett adniuk, tehát azt az oldalukat is megmutathatták, hogy milyen, amikor valakire oda kell figyelni a színpadon, akivel együtt kell énekelniük valakivel a színpadon, és úgy kell egy nagyon jó teljesítményt hozniuk. Ki az, aki megérdemli, hogy a jövő héten ismét a Star Academy színpadán álljon? Mi pedig megmutattuk, hogy az énekesek megmutatták a tehetségüket, mi megmutattuk, hogy önök hogyan szavaztak eddig, de ne feledjék, nem kell figyelni azt, hogy ki hol van ezen a listán. Hallgassanak a szívükre, teljesen mindegy, hogy az elején, a közepén vagy a végén van, mindenkinek szüksége lehet erre az egy utolsó szavazatra, és nagyon-nagyon kevés idejük maradt már arra, hogy a TV2 Live applikáció keresztül elküldjék ezt az egyetlen utolsó voksot. 7, 6, már csak 5 másodpercük van arra, hogy valakire szavazzanak, hogy megnyomják annak az embernek a képét, akire szavazának a szavazást, ezennel pedig lezártuk. A számítógép most összesíti a szavazatokat, és kiderül, hogy melyik az a két versenyző, akinek a ma este folyamán véget ér a Star Academy. Megvannak a végleges eredmények. Úgyhogy most egyenként felsoroljuk azoknak a nevét, akik tovább jutottak, tehát visszaköltözhetnek az akadémiára, és nagyon fontos, hogy a neveket nem a továbbjutás sorrendjében, vagy nem feltétlenül a továbbjutás sorrendjében fogjuk sorolni. Az az énekes tehát, aki a legjobb 6 versenyző között folytathatja a Star Academy-t. Az Hegyi Dávid! Aki a mai teljesítményével szintén kiérdemelte a továbbjutást, és így ott lesz a legjobb 6 között. Szőcs Renáta! Aki az összesített szavazatok alapján, beleszámítva a plusz szavazatokat is, a jövő héten is itt lehet a legjobb 6 között. Az Illés Adrián!
Adrián pacsizik, de a backstage felé léci csatlakozz a többiekhez. Aki a jövő szombaton már a döntőbe jutásért énekelhet. Szintén, tehát a legjobb hat között. Az Kertész Iván! Aki esélyes maradt arra, hogy két hét múlva akár megnyerhesse a fődíjat, és jövő héten pedig a legjobb hat között énekelhet. Az Gornagy Erika! No! Három énekes maradt. Meglehetősen furcsa a helyzet. Gyertek, egy picit álljunk előbbre. Közületek már csak egy valaki költözhet vissza az akadémiára. Ugye mielőtt a legutolsó szavazatokat megnéztük, Balogh Brigi és Kelemen Laci volt az, aki a leghátsó helyeken foglalták el a táblázatban. Pádár Alexandra a zsűri szerint a mai este folyamán nagyon jól teljesített. De nyilvánvalóan az utolsó körben a nézők, úgy ahogy tették eddig is, összekuszálhatták ezt az eredményt. És hát lehet, hogy itt lép életbe, amiről mindig beszélünk, hogy aki a lista elején van, na ő sincs biztonságban. Hú. Na tehát! Hármótok közül az a versenyző, akiért a jövő héten is izgulhatunk, mert a legjobb hat közé kerül. És folytatja a felkészülést az akadémián. A Spádár Alexandra! A műsortól tehát búcsúzik Balogh Brigi és Kelemen Laci. Alexa és Laci váltottak egy búcsúcsókot. Balogh Brigi, aki a zsűri szerint az elmúlt hetekben a legnagyobb fejlődést mutatta, és Kelemen Laci, aki az akadémia bohóca volt a saját bevallása szerint is. De nagyon sok színt mutatott magából, és imádtak a nézők, eddig a pontig volt elég ez a lendület, úgy tűnik, de nagyon sok jó pillanatot köszönhetünk mind a kettőtöknek. Azt meg el akarom mondani a nézőknek, hogy óriásiak vagytok, makulátlanak vagytok, nagyon elés, puszancs! Makulátlan, azt hiszem, hogy ezt Laci vezette be. Én meg annyit mondanék, hogy eladó a mennyasszony. Na jó, a legszebb pillanataitokkal búcsúzunk, tehát Balogh Brigi és Kelemen Laci legszebb pillanatait nézzük gyorsan. Tehát, de itt a színpadon a Star Academy hat továbbjutója, akik jövő héten már a döntőbe jutásért énekelnek majd. Így van, és ne felejtsék el, ott áll közülük az az ember, aki kettő hét múlva megnyeri a Star Academy fődíját, a 24 millió forintot, a lemezszerződést és a munkát, amelyet neves producerekkel kell elvégezni. Nem sokára a Facebookon Miskovics Marci segítségével élőben közvetítjük, hogy visszaköltöznek tehát az énekesek az akadémiára, de itt a TV2-n is nagyon izgalmas dolgok követ.
következnek. Igen, az X-Men, az eljövendő múlt napjai, mennyire értelmetlen címe van ennek a filmnek. Nem, nagyon értelmes. Fantasztikus akciófilm, az, amiben hívjék el. Jól, az ez, nem megyek sehova. És ne felejtjék, hogy hétközben is iszonyatosan pörögnek az események a Star Academy-n, a Facebookon követhetik folyamatosan. És hát most ugye a visszaköltözést, ahogy mondtam is, Miskovics Marcival, úgyhogy nézzenek bennünket a Facebookon a hétköznapokban is. Tovább jutottatok, gratulálunk, nyomás vissza az akadémiára. Találkozunk jövő szombaton, viszontlátásra! Kedvicsokkolom, jó éjszakát mindenkinek!